A történet február elején kezdődött. Németh Norbert volt Jobbikos önkormányzati képviselő, dr. Szabó Ervinnek szegezte a kérdést, hogy igaz-e, hogy a Jobbik önkormányzati képviselője, jelenlegi országgyűlési képviselőjelöltje ellen már indult büntetőeljárás, csicskáztató képviselőjeként. Azóta az ügyben többen megszólaltak. Rubi Gergely a szintén volt Jobbikos Orosházán is járt, sajtótájékoztatót tartott. Vona Gábor pártelnök belső vizsgálatot ígért. Németh Norbert hivatalos dokumentumokat hozott nyilvánosságra, a Fidesz helyi vezetői lemondásra szólították fel a jelöltet. A megszólalók véleménye szerint azért fontos tisztázni a helyzetet, mert ha dr. Szabó Ervin ügyvédként hozzájárult ahhoz, hogy embereket a rabszolgasorban tartsanak, akkor a közéletből is távoznia kell. A 2008-ra visszamutató bűnügy szereplői közül dr. Szécsi István ügyvéd is megszólalt. Bemutatkozom, elsősorban dr. Szécsi István vagyok, korábban közel 30 évig ügyvédi foglalkozást űztem. Szomorú aktualitás ennek az ügynek, hogy 2010. november 21-e óta vagyok sajnálatos módon részese ennek az eljárásnak, ami még nem fejeződött be, tehát lassan 7,5 éve tart egy olyan eljárás, aminek a káros hozadékát viselni vagyok kénytelen magamon. Az események 2010 óta történő folyamata alatt szembesültem azzal, hogy 2012. január 9-én az orvosházi vezető ügyész azt írja az egyébként nyomozást akkor végző gyulai nyomozó ügyészségnek, idézem: a sértettek tanúvallomása tükrében és azon túlmenően további terhelő tényeket tartalmaznak Szabó Ervinre nézve, és olyan bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja merül fel, amely hasonló állítólagosan az én általam az enyémhez, és ezek a bűncselekmények megalapozott gyanúját támasztják alá dr. Szabó Ervin orvosházi ügyvéddel szemben. A tanúvallomások szerint, és ez már egy ilyen rezuméje az eddig lefolytatott bizonyítási eljárás eredményének, 2008 évben dr. Szabó Ervin ügyvéd A. Lajos megbízása alapján ugyanúgy az A. Lajos által elkövetett bűncselekmény sértetjeinek megbízottjaként lépett fel, és 2008-ban dr. Szabó Ervin ügyvéd a megbízói sértetti érdekekkel szembeni ténykedésével a büntető eljárást sikerült is meghiúsítani. Az ügyész állítása szerint, mondja ő, idézem, álláspontom szerint dr. Szabó Ervin ügyvéddel szemben ugyancsak indokolt a nyomozás elrendelése és vele szemben büntető eljárás lefolytatása. Jelzem, 2010. október 20 napján történik mindez. Majd őt begyanúsítják három rendbeli ügyvédi visszaélés büntettével, a három általam megnevezni nem kívánt sértett tekintetében él a gyanúper arra nézve, hogy kontraindikált volt az ő cselekménye, a sértettek képviselete helyett a Lajos és családtagjainak érdekeit képviselte, melynek célja az volt, hogy a nyomozás megszüntetésre került, és valóban megszüntetésre került 2008-ban. De jogi értelemben megalapozottan tudok nyilatkozni. Az kétségtelen, hogy a Lajos és érdeke, és családjának érdeke nyilván afelé tendált, hogy a nyomozást megszüntessék. Ehhez képest egyébként a sértettek terhelő vallomást nem tesznek dr. Szabó Ervin közreműködése mellett, aki egyébként ténylegesen jelen van a sértettek meghallgatása során, kijelenti az ügyben tanúként meghallgatott rendőrnek, hogy ő egyébekben a Lajost és társai képviseli, ennek ellenére elkéri az általa képviselt sértetteknek a jegyzőkönyvét. És akkor idézem ezeket a sztereotípiaként megjelenő hivatalos feljegyzéseket. Mondják a sértettek: korábbi tanúvallomásaink során is elmondtuk, nem kívánunk jogi képviseletet adni XY részére, mert több ügyvéddel szemben egyébként visszavonatták a megbízásokat. Figyelemmel arra, hogy mi őt nem is akartuk meghatalmazni, bennünket A-ék vittek el az ügyvédhez, ők fizettek, és ő jött velünk azért, hogy A-ék tudják, hogy mi milyen vallomást teszünk. Az esetemben már úgy történt, hogy én az orvosházi rendőrkapitányság épületében már be sem mehettem,
mert fizikailag nem engedtek be, mondván, hogy a megbízást az érintettek visszavonták. Következésképpen én semmilyen eljárási cselekményen még csak részt sem vettem. Ellentétben a Szabó Ervin, aki végig jelen volt még 2008-ban. A megszüntető határozat indokolása szerint azt mondják a sértettek, idézem a sértetteket, amikor 2008 évben kihallgattak minket, jó lett volna mindent elmondani, de akkor is az ő ügyvédjük, mármint AJK ügyvédje, dr. Szabó Ervin jelen volt a kihallgatáson, és nem mertünk semmit sem mondani. Idézem, a gyulajnyomozó ügyészség álláspontja szerint mindezen bizonyítékokból arra vonható a következtetés, miszerint dr. Szabó Ervin ügyvéd az ügyvédi hivatásra vonatkozó kötelezettségeit megszegte azáltal, hogy előbb A-tól és családtagjaitól fogadott el megbízást, utóbb pedig a kihallgatási jegyzőkönyveket részükre átadta. Az ügy kapcsán felmerült kérdésekre egyelőre nincs válasz, hiszen a vádakkal illetett dr. Szabó Ervin egyelőre nem válaszol, hiába keressük, nem nyilatkozik az ügyben.